Sziasztok, ez egy újabb filmnéző podcast különkiadás, amiben két dokumentumfilmről fogok beszélni, és az apropója, hogy kettő filmről beszélek, az az, hogy mindkettő film ugyanazt a témát járja körbe, de mégis más szemszögből és a világ másik részéről bemutatva ugyanazt a problémát. Az egyik egy amerikai dokumentumfilm, ez a Blackfish, ami egy 2011-es, hát karszárnyú delfin támadás esetét járja körül. Az eset érdekessége, hogy ez a támadás egy delfináriumban történt. Méghozzá az egyik idomárnak szó szerint leharapta a karját show közben a delfin, és hát a nő meghalt. És igazából ebből egy nagy tragédia lett, és rendesen felkapta a sajtó is. És hát ez a dokumentumfilm igazából az egész történetét körbejárja annak, amióta ezeket a gyilkos bálnákat a fogságban tartották, és hogy hogyan tudták őket fogságban tartani, és igazából feltárják, hogy igazából már korábban is történtek ilyen incidensek, csak az emberi kapzsiság véget, tehát meghagyták őket, és valamint azt is bemutatja nagyon jól, hogy mennyire alkalmatlanok ezek a karszárnyú delfinek arra, hogy fogságban legyenek tartva. És szerencsére ez egy viszonylag ismertebb film, és szerintem azért a hallgatók közül is páran már láthatták, de azért is lett híres, mert mind dokumentumfilm is nagyon jól van felépítve, és tehát végig jól vezették a történetet, már-már izgalmasan volt felépítve, és nagyon sok érdekes interjút lehet benne látni, és ez az egész témát ilyen, ez a tényfeltáró jelleggel nagyon érdekes, ahogy körbejárják. És hát másrészt meg nagyon szomorú is, ugye, mert több emberi nézőpontot is bemutatnak, és van, aki mind a mai napig a mellett van, hogy tehát ez csak egy emberi mulasztás véget volt ez a baleset, és hát ugye azt a filmben lévő más emberek is elmondják, hogy már-már sértő, és hát hogy merik ezt mondani, hogy emberi mulasztás volt, holott az a nő, aki meghalt, a legtapasztaltabb és a legjobb idomár volt ott a, hát ott a, nála a delfináriumnál. És igen, egy nagyon szomorú történetet mutat be, és valahogy tehát miután megnézi az ember ezt a filmet, így az az érzése van, hogy tehát többet nem akar ilyenre pénzt adni és delfináriumban menni, mert tényleg nem, tehát ezek az állatok nem valók arra, hogy fogságban tartsák. Ugye remek példája ennek, ugye, hogy a hímeknek mindig, amikor fogságban vannak tartva, a felső úszonyuk így teljesen lekonyul, és tehát arra a vadonban nincsen példa, és egy másik remek példa, hogy a, nem tudom, sorozatban is többször elmondani, hogy a valóságban ezek az állatok akár 100 évet is élhetnek, fogságban viszont 25-30 évig élnek. És holott az ilyen delfináriumban is azt az információt mondják, hogy 25-30 évig élnek, de ez csak arra alapszik, hogy fogságban eddig élnek, és a valóságban már vannak tudományos bizonyítékok arra, hogy ezek 100 évig is elélhetnek. Akit érdekel ez a téma, egy nagyon jól felépített és híres dokumentumfilm ez, mindenképp érdemes megnézni, mert nagyon elgondolkodtató. A másik pedig a Born to be Free, az egy 2016-os orosz dokumentumfilm, de nem kell aggódni, mivel angolul beszélnek javarészt a filmbe, tehát angol tudással teljesen érthető és követhető. Ez egy csapat beluga delfinről szól, akiket elfogtak, és hát három szabadbúvár és újságíró nő próbálja kideríteni, hogy hát hogyan sikerült ott tartani ők fogságba ezeket az állatokat és kereskedelembe hozniuk, holott papíron ez nem lenne lehetséges, és igazából ahogy így próbálják így nyomozni utánuk, igazából feltárják ezt az egész Oroszországban ezt a helyzetet, hogy az ilyen tengeri emlős kereskedelmet, ugyanis szinte az egész világra Oroszországból viszik az ilyen delfináriumokba a tengeri emlősöket, ugyanis ugye olyan nagy kiterjedésű tengeri, olyan nagy kiterjedésű az ország, hogy sok helyen könnyen be tudna fogadni delfineket, és a legnagyobb probléma, hogy nincsen semmi törvényi korlátozás Oroszországban arra, hogy ezeket az állatokat hogyan tartsák ott. Tehát hiába, hogyha valakinek a kerti medencében, mondjuk Oroszországban találnak egy delfint, azzal nem tudnak mit csinálni, mert nincs a törvény, nem csinál semmi törvényellenes, mivel nincs a törvényben arra semmi, hogy mit kell tenni, hogyha mondjuk tartasz egy tengeri emlőst. És éppen ezért az orosz delfináriumokban sincsen semmilyen korlátozás, és ezért nagyon, tehát szó szerint ruszki körülmények között tartják az ilyen állatokat. És a másik egy motivuma ennek a filmnek az, hogy igazából azt biológiai szempontból is bemutatják, hogy ezek az állatok nem csak a karszárnyú delfinek, hanem az összes tengeri emlős mennyire alkalmatlan a fogságban tartásra, és mennyire tehát megviseli őket az az egész. És hát ez egy nagyon-nagyon megrendítő film, és nagyon elszomorító, hogy bemutatja, hogy tényleg mennyire ez már-már anarchisztikus állapotok vannak
Oroszországba tengeri emlős téren, és hogy mennyire tényleg, tehát úgy tartják ezeket az állatokat szinte minden korlátozás nélkül, ahogy csak ők, nekik jól esik, és tehát konkrétan interjúk vannak olyanról, hogy maguk az idomárok mondják, hogy ha megtehetnék, akkor elengednék az állatokat, mert annyira szerintük is embertelen ezek a körülmények. Maga a film pedig nagyon jól fel van építve, a három újságíró nőn, akik készítették a filmet, érződik, hogy tehát nagyon szenvedélyesek voltak iránt, a nagyon melankolikus és szomorú hangulata van, tehát ez a film után egyáltalán nem fogja jól érezni magát az ember, és nagyon tehetetlenséget fog érezni, de szerintem pont ezért fontos lenne, hogy minél többen megnézzék. És igazából ezért csináltam ezekről ezt a kis ajánlót, hogy kicsit felhívjam a figyelmet erre is. Úgyhogy remélem sokatoknak meghoztam a kedvet. Ha tudtok még hasonló filmeket a témába, akkor nyugodtan mondjátok meg, és akkor lehet jövőben azokról is lesz ilyen podcast bemutató, de már csak azért, mert szimplán engem is érdekelnek ezek ilyen témák, és szívesen nézek filmeket. Remélem tetszeni fog nektek, legközelebb pedig újra jelentkezünk a podcasttel. Sziasztok!